Üdvözlöm a biztonsági zóna nézőit! Elindult a tavaszi biciklis szezon, egyre több kerékpáros látni a városban, ami az autósokat is nagyobb odafigyelésre kell, hogy késztesse. Mai adásunkban a tavaszi közlekedési változásokkal foglalkozunk. Te mennyire tartod biztonságosnak a városi biciklizést? Elég biztonságosnak tartom, ha kicsit jobban figyelnénk egymásra, akkor szerintem ebben nem lenne gond. Most még ugye tavasz van, most kezdődött el a jó idő a biciklis szezon, és még kevésbé figyelnek oda az autósok, ugyanúgy, mint a motorosokra, de idővel ez majd javulni fog. Összességében igen, én biztonságosnak tartom a városi biciklizést. Hát ez szituáció meg emberfüggő igazából. Én úgy tapasztalom, én mondjuk nem vagyok budapesti, hogy a budapesti autósok sokkal jobban figyelnek a biciklisekre, mint a vidékiek. Viszont mindenhol vannak barmok, taxisokat nagyon nem szeretem, vigyázni kell bicikliseknek ugyanúgy, mint autósoknak. És te hogy készültél a tavaszi biciklis szezonra? Csak egy átfogó szervizzel. Igazából egy új láncra volt most szükségem, ez így minden estül 10.000 forintba került fékpofákkal. Most lesz egy nagy szerviz, és akkor fogom felkészülni a tavaszra. Hát van mit bepótolnom, igen. Ez mit jelent? Hát például a bringámnak a fékrendszere egy éves generáljavításra mindenképpen rászorul. Ez most még én biztonságosnak gondolom, de van mit javítani ezen. És hát minden más kellék természetesen megvan. Én állandóan bringázom télen-nyáron, tehát nekem folyamatosan karban van az összes biciklim otthon. Nem gond ez, otthon szerelem. De az a lényeges dolog, hogy a lánc, lánckerekek, hajtómű fékek, azok rendben legyenek. Ne legyen kopva a fék, meg tudjon állni az ember, ez fontos dolog. Mit teszel a saját láthatóságodért? Láthatjátok a kerékpárom mindenhol Prizma, stb. Fényvisszaverő megvan. És ugye városon belül ez elég, mert városhatárok kívül szükséges, csak láthatósági mellény ezen kívül. Fontosnak tartom, de nem nagyon tartom be igazából. És miért nem? Lusta vagyok, és amikor ez nincs meg, akkor nem is megyek úgy. Úttesten igazából. Nagyon fontos a láthatóság. Most nincs rajtam bukós isak, mert egy-két utcát megyek csak, de egyébként városban, vagy ha kimegyek vidékre, országúton ott is mindig van rajtam bukós isak. Ez nagyon fontos. Neked már volt konfliktusod, akár autóssal, akár más közlekedővel azért, mert bicikliztél? Igen, sajnos volt, és konkrétan az a probléma, hogy még jellemző, hogy másik biciklisekkel történik ez. Elsősorban például előfordul azért is, hogy állok a piros lámpánál, amit így saját szemszögből eléggé felháborítónak tartok, de sajnos egymagam ezzel nem tudok mit csinálni. Egyszer megtörtént, a Balcsi-Zsilinszky út és az Erzsébet térnél párhuzamosan megy biciklis buszsáv, mellette a járdán kijelölt buszsáv. Egy autós úriember próbált letéríteni a biciklis buszsávról. Hogy végződött ez a kaland? Ő továbbállt, és én is. Hát akkor megúsztad? Megúsztam, szerencsére. Nyitották rám az ajtót a körúton, eltört a kezem. De nem úgy nyitották rám az ajtót, hogy résnyire, hanem egy méterre. Kicsapta az ajtót, és akkor én meg felborultam. Igazából a kormányomnak a szélét kapta el az ajtó. Volt rajta a sisak? Nem. Autóval volt már problémám, volt, amikor én voltam figyelmetlen, és ezt tudomásul kell venni, hogy mondjuk az autó a négy kerékkel sokkal hamarabb megáll, mint egy versenykerékpár a két kerékkel. Volt olyan, hogy én mentem bele, én voltam a hibás, mert úgy gyorsan mentem, de volt olyan is, hogy kinyitotta a kis polcki az ajtót, a bácsik, aki akart szállni, és csak azután tudott kijönni, miután én átestem az ajtón. Természetesen néhány autóst is megkérdeztünk arról, hogy mennyire figyelnek oda a biciklisekre a városi közlekedésben. Én maximálisan oda figyelek a biciklisekre, a biciklisek viszont abszolút nem közlekednek biztonságosan, és kockáztatják a testépségüket. Nekem az a meglátásom, hogy a legtöbb, a biciklisek 90%-a szabálytalanul közlekedik. Tudsz konkrét példát mondani? Minden a találkozó konkrét példával, igen, amikor itt jövök, gyakorlatilag a buszsávban és a záróvonalokon mennek keresztül, föltartják a forgalmat, még akkor is, hogy a külön biciklisebb van. Szóval elég régen vezetek autót, majd 40 éve, és nagyon rossz tapasztalatom van. Az a probléma, hogy a kressz sem ismerik szerintem.
olyan helyeken jönnek be egyirányú utcába, szembe forgalommal, amit abszolút nem lehet. Én szerintem ez a város nem alkalmas egyelőre még erre, hogy ilyen számú biciklisek vegyenek részt a forgalomban. Én külvárosban lakok, szoktam bringázni, de a városban nem. Nem kockáztatnám meg. Nem figyelnek az autósok. Autós közlekedőknek hozzá kell ahhoz szokni, hogy teljesen átalakul akár itt a fővárosban is a közlekedés. Több segédmotorkerékpár lesz, meg fog nőni a kerékpárosok száma, ezzel együtt kell tudni élni, és ezt kezelni kell. Nyilván a kerékpárosok számának növekedése is magába rejti a baleseti kockázatot. Tehát ha nő a kerékpárok száma, egy teljesen más közlekedési odafigyelést igényel a autósoktól. Számítani kell, hogy kerékpáros fog érkezni, és ezzel egyidejűleg a kerékpárosoknak is be kell tartani a közlekedési szabályokat. Sokan kérdezik azt, hogy érdemes Pesten közlekedni olyan területeken, ahol nincsen kerékpárút és jelentős a gépjármű forgalom. Sokan azt mondják, hogy veszélyes arra kerékpározni. Vannak ilyen helyek, én is szeretném mondjuk elkerülni ezeket a helyeket, de Budapesten akkor is van nagyon sok olyan terület, amit igenis igénybe lehet venni kerékpárral. Egyrészt úgy kell kerékpározni, ahogy a Kressz azt előírja, tehát tartsunk be maradéktalanul minden közlekedési szabályt, viszont a közlekedés más részvevőire is gondolni kell, akár egy szabálytalan autós vagy gyalogos is okozhat közlekedési balesetet. Úgy kerékpározzunk, hogy figyeljünk a többiekre, még akkor is, ha mi betartunk minden közlekedési szabályt, előfordulhat az, hogy balesetet szenvedünk, és kellő odafigyeléssel próbáljuk meg azokat elkerülni. Akár azzal is, hogy a Kressz látni és látszani közlekedésbiztonsági alapelvét megtartjuk. Nem írja elő semmi azt, hogy Magyarországon, Budapesten úgy kerékpározzunk, hogy úgynevezett láthatósági ruhát vegyünk föl. Kerékpáros boltokban, egyéb üzletekben már lehet kapni nagyon jó minőség és viszonylag tűrhető áron magát olyan ruhát, cipőt, sisakot, ami láthatósági anyagból készül, jól látható. Én azt tudom mondani, hogy ezzel is tehetünk a közlekedés biztonságáért. Saját biztonságunkat a városi közlekedésben előzékenységgel és a forgalom többi szereplőjére való koncentrált odafigyeléssel is növelhetjük. Így nagyobb eséllyel kerülhetőek el a baleset veszélyes helyzetek.